Mint arról már korábban beszámoltunk, Földeákon a tavalyi évben felújították az egyik orvosi rendelőt. Az önkormányzat elnyert egy másik, ezúttal belügyminisztériumi pályázati forrást is 40 millió forint értékben. Ezt még ki kellett egészíteniük egy 2 milliós önerővel, így 42 millióból a második egészségügyi intézményt is fel tudják újítani. Mint Hajnal Gábor polgármestertől megtudtuk, az épületet utoljára mintegy 15 évvel ezelőtt modernizálták. A nyilászárok már nem feleltek meg az előírásoknak a mostani hőszigetelés szempontjából, és ami a legnagyobb probléma volt, az pedig a falatnak a vizesedése volt. Ezt lehet kívül látni, hogy ezt már olvasolták, ilyen injektálásos módszerrel alárakás került ennek az épületnek az egy részének, és itt ugye esztétika is, de egyébként akár egészségügyi problémákat is tud okozni egy ilyen vizesedés. Természetesen nagyon örülünk neki, hogy az összes többi dolgot is meg tudjuk oldani, hiszen a nyilászárók cseréjével, a falak hőszigetelésével és egy kis fűtéskorszerűsítéssel ez az épület teljes mértékben megújul. A polgármester hozzátette, összetett munkák folynak. A falak külső szigetelése miatt az udvaron is eszközölni kell bizonyos átalakításokat, odabent pedig az akadálymentesített részeket is ki kell bővíteni az előírásoknak megfelelően. Hajnal Gábor beavatta stábunkat abban, hogy ezekben a napokban milyen folyamatok zajlanak a helyszínen. A külső homlokzat szigetelése elkezdődött, azért ne jegye meg senki, részben lehet látni azokat a régi motívumokat rajta, amiket az előző homlokzaton voltak, ezek vissza lesznek állítva, tehát ugyanolyan utcaképet fog mutatni. Most a vizes blokkokat csinálják, a mozgáskorlátozotti helyiségnek a kialakítása már megtörtént, illetőleg magyarán szétverték az egészet, és utána készítik elő annak, hogy a fölállásokat, a különböző víznek az elvezetésének a rendszerét kiépítik. A kivitelezés idején is zavartalanul folyik az orvosi ellátás Földeákon, hiszen a praxis erre az időre átköltözött a helyi egészségházba. Ez többek között azért fontos, mert az itteni házi orvosok látják el a több mint 3000 fős település betegei mellett az Óföldeáki pácienseket is.